Szia, gyere be! Szia, Cserte Szana vagyok, üdv a rendezvénytér területén. Itt van a konyha, kérsz esetleg kávét vagy teát. Teából lehet választani ugye a teatartóból. Kávé? Jó. Hogyha kibérled ugye a coachingot vagy a workshop szobát, akkor lehet kérni kávét vagy teát. Ezt a konyhát igazából bárki használhatja. Decaf? A Csibótól van egy csomó kávénk, úgyhogy igazából lehet választani a kapszulák közül, és a teafilter tartóból meg a teát lehet csinálni. Van méz, van cukor, evőeszközök ebben a fiókban vannak, úgyhogy mindjárt lefőzzük. És növényi tejjel kéred, ugye? Igen. Na, akkor... Na látjátok, hogyha láttátok volna a hűtőrendszerezéses videómat, akkor tudhatjátok, hogy alkohol és tej mindig van, de a tej annak nem itt kellene lenni, úgyhogy szólhatok, hogy hello Sandra, miért tartod itt? Csak tej van, szóval csak a tej miatt nyitjuk ki a hűtőt, de alapvetően nagyon sokan használjuk ezt a hűtőt szerencsére, úgyhogy emiatt van ott, de nézzetek rá a hűtőrendszerezéses videómra, mert abban kifejezetten mondom, hogy nem a legjobb, hogyha a tejet azt a hűtőajtóban tároljuk. Hogyha sima tejjel kérted volna, akkor tejhabosítót is ajánlok, de a növényi tejet valami miatt nem habosítja. Fel tudom, vannak a pró mandula és egyéb ilyen tejitalok, de mi nálunk a Penny van itt, és ott csak ez a happy növényi ital van, úgyhogy... Tessék, itt van a kávé. Amúgy pedig láthatod, hogy itt kívül van a rendezvénytér, ugye hátul van, és kint van a bemutatóterem része. Ugye itt a tárolók és a rendszerezők a lényeg, az élelmiszer lejárt, úgyhogy ne is próbálj megvesztegetni, hogy megvásárold őket. Lejártak az élelmiszerek, és itt a tárolók a lényegek. Ugye kint van még egy bárasztal és két bárszék, ezt is nyugodtan használhatjátok szünetekben. Most ugye pont készülünk, mert jönnek a workshop szobába, de gyorsan be tudunk kuksizni. Vigyázz a lábadra, itt van egy lépcsőfok, azt pedig az egyedi lábtörlőktől szereztük, úgyhogy ez az egyetlen logózott, és hát két lábtörlő van, ezek a logózott dolgok. Úgyhogy hátra ide igazából csak akkor jövünk, hogyha árut készítünk, vagy hátul van ugye a mosdó, de alapvetően ez a tér tényleg csak a rendezvénytérnek van dedikálva, szóval nem szoktunk itt járkálni, szóval ne ijedjetek meg ugye az üvegajtónak. Egyrészt ugye fel van matricázva, másrészt tényleg nem nagyon szoktunk ide járni. Ugye itt van a coaching szoba, vannak fűtőpanelek, nem érzitek a kamerán keresztül, de jó, jó meleg van. És általában ezeket coachingra szoktuk javasolni, de volt már itt pszichológus, volt itt baráti beszélgetés is. Lehet ide behozni mondjuk egy-egy asztalt, mondjuk négy főnek tárgyalásra is lehet használni, de tényleg igazából ez egy ilyen privát beszélgetésnek indul. Ezek a fotelek a Butopától vannak, imádjuk őket. Úgyhogy ha szeretnétek ilyen karfás fotelt, akkor csak ajánlani tudom. Ugye a székválasztás, a fotelválasztásnál az volt a lényeg, hogy mind a két oldalunkon tudjunk feszengeni, és hátra tudunk dőlni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos. A képek azok szezonálisan cserélődnek, de megpróbálunk ilyen kékes vonulatot bevinni ugye a fotelek miatt. Ezt pedig Lisztik Brigitta festőművész festette, a workshop szobában is van egy másik festmény, ezeket amúgy meg lehet vásárolni, szóval hogyha érdekelt titeket, akkor keressétek fel Brigit, és Brigi hoz majd egy másik festményt ide. Ezzel igazából a hangulatot, ezzel a lámpával, álló lámpával a hangulatot szerettük volna egy kicsit megváltoztatni, hogy egy kicsit legyen egy otthonosabb, és amit mindenki szeret, ugye ez a kis könyvsor, nagyon sokan fotózkodnak itt, igazából egy kicsit megnyugtatja is az embereket, és otthonosabban érzik magukat, nem csak a rideg falak vannak. Ne haragudjatok, jönnek a nem luxus táskások.
Ne haragudj, nincsen ma gyűjtési nap, de folyamatosan hozzák szerencsére ugyanom luxustáskát, hol is tartottam, szóval coaching szoba, úgyhogy ez is óradíjasan lehet bérelni, igazából, hogyha szimpatikus, idejössz, kibérled, valaki mondjuk heti egyszer jön több órára, és akkor folyamatosan jönnek az ügyfelek, valaki pedig azt mondja, hogy minden héten van most egy ügyfelem, és csütörtökön 5 és 6 között szeretnék jönni, de azért vannak még lyukak a coaching szoba tekintetében, és szeretném azt, ugye, hogy egy állandó kör legyen, úgyhogy ha szimpatikus a coaching szoba, akkor megbeszélhetünk egy időpontot, és jöhettek a következő ügyfele, de nagyon fontos az is, hogy ugye a coachelany is jól érezze magát, de a workshop terem is érdekel téged, úgyhogy az pedig itt van, ez a másik terem, ami bérelhető. És itt ugye az a különbség, hogy vannak ablakok, és ki is lehet nyitni. Ez a kis tér, ez még nincsen felújítva, hogy ne nagyon nézzed, de az a lényeg, hogy friss levegő is be tud jönni, és természetes napfény is. Ide kintre nem szokott senki lejönni, hiszen ez a föld alatt van ugye a -1. szinten, a kert az ott van hátul. Most igazából így van berendezve, ez a kicsit ez a klasszikus berendezés, mert így kényelmesen 6 fő elfér, és tudják nézni a tévét, illetve tudnak figyelni ugye a flipchartra, de hogyha nem kellenek asztalok, akkor 14 résztvevő fér el, hiszen 14 ugyanilyen szék van, ez is a Butopeától van, és ez nagyon-nagyon kényelmes amúgy, szóval ki is próbálhatod. Nem mondom, hogy 24-ben ezen dolgoznék, mert elő van ugye a forgószékem, amit nagyon-nagyon szeretek, de egy-egy workshopra kifejezetten jó, és hogyha gyerek vagy bárki, akár felnőtt leönti a kávéjával, akkor tök jól ki lehet takarítani, tapasztalatból mondom. Úgyhogy szoktak balesetek lenni néha, de szerencsére ezek azért strapabíró kis székek, úgyhogy szokott ez lenni, ez a felállás, szokott az a felállás lenni, amikor körben ülnek az emberek, és akkor csak székek vannak. Amúgy a cateringet azt, bocsánat, mellettünk felújítás van, szóval, de már nem sokáig, szóval van olyan, amikor itt bentre kérik a cateringet, vannak olyanok, akik a folyosóra kérik a cateringet, vannak olyanok, akik kint a konyhába kérik. Természetesen a konyhában attól függ, hogy nyitva tartás van a bemutató teremben vagy nem, mert ugye hétfőn csütörtökön vagyunk nyitva, de hogyha kedden szeretné a workshopot tartani, akkor nem nagyon van mozgás, kivéve januárban a nem luxus táska idején, de alapvetően nincsen nagy mozgás, és akkor kint is lehet az étel. Szoktunk rendelni, hogyha egész napos workshopod van, akkor szoktunk itt mellettünk a Cosmos Vegan étteremből rendelni, szóval onnan is tudunk esetleg ebédidőre rendelni, vagy át is tudtok menni. Alapvetően meg pogácsákat, meg magyarókat, meg ilyen kisebb apróságokat szoktak hozni ugye a workshop részvevők, ez rajtad múlik, de a Hunyadi téren itt van mellettünk például egy piac is, úgyhogy onnan zöldségeket, meg gyümölcsöket is szoktak hozni, és akkor azokat kiterítjük. Mindenképpen van szűrt víz, ugye a BVT kancsóival bekészítjük a poharakat a workshop terembe. Hogyha kávézni vagy teázni szeretnének majd a részvevők, akkor kint tudok segíteni, ugye elkészítettem neked a kávét. És alapvetően ezeket beszerettem volna rendezni ugye a tárolókkal, ezeket a polcokat, és nagyon-nagyon izgalmas lett volna. Azonban a workshop résztvevők elkezdték használni, hogy a táskájukat ide teszik le, úgyhogy egyelőre nyitottan hagytam, hogy ide le tudják tenni a workshop résztvevők a táskáikat. Itt is van ugye fűtőpanel, ezeket lehet mobilról is, meg mobilon is, és mobilosan is mozgatni, és emelni, és csökkenteni a hőmérsékletet. Úgyhogy, ha pedig asztalosan szeretnétek jönni, akkor azt mondom, hogy olyan 10 fő fér el, és akkor U-alakban meg tudjuk csinálni a termet. Hogyha szeretnétek flipchartot használni, akkor itt vannak a flipchartok, flipchart papírok, vannak hozzá tollak. Hogyha szeretnétek a flipchartot felragasztani, akkor az előző workshoposok nagyon kreatívak voltak, az ablakokat és a tükröket is végigragasztották flipcharttal, de alapvetően ez
van ez a kis sáv van arra, hogy extrába kiragazda a flipchartokat. A tévé használat az általában úgy szokott lenni, hogy hoztok laptopot, egy PowerPoint-tal vagy bár Prezivel megcsináltok a prezentációt, és amennyi kábelt be tudtam szerezni a különböző laptopoknak, azt beszereztem, úgyhogy HDMI kábel, Mac és egyebek azok vannak. Úgyhogy igazából ez a workshop terem, ugye itt van a kép, ez is Lisztik Brigitta képe, és hogyha szeretnél workshopot tartani, akkor hosszú távon az szokott lenni, hogy kitalálod, hogy szeretnéd azt a workshopot, nagyjából elmondod, hogy melyik napok lennének jók, megbeszéljük, hogy mikor van szabad hely, azért a workshopnak nagyobb a foglaltsága, vagy a leterheltsége így az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján, és akkor utána megbeszéljük ketten a dátumot, és utána meghirdeted. És az szokott lenni, hogy ugye van a rendezvénytérnek egy külön Facebook oldala, beszoktak rakni a rendezvénytérnek co-hostnak, és akkor ugye a rendezvénytér lájkolói is láthatják a workshopokat, de alapvetően kezdővállalkozókat, célzó workshopokat szoktak itt tartani, de volt már itt smink workshop, Zsolya tart itt posztíró workshopokat, nagyon gyakran ugye havonta Eszter, aki amúgy a kamera másik felén van, ő tart YouTuber workshopokat vállalkozóknak, és Ákos tart SAP workshopokat. Ezek mindig gyakran vannak, és akkor vannak azok a workshopok, amik csak úgy beillannak és csoporttalálkozók, de nyitott vagyok, úgyhogy az a lényeg, hogy gyakran gyertek, és akkor kiszámítható legyen. Amúgy ott van a mosdó, úgyhogy ha nagyon-nagyon szeretnéd, akkor megnézheted, de amúgy ott van a mosdó, és nagyon logikusan, teljesen random másik helyen van a távkapcsoló, úgyhogy ezen mindig mókázni szoktunk. Ide fel lehet rakni amúgy a kabátokat, hogyha szeretnéd, és körülbelül ennyi a rendezvénytér, hogyha szeretnél időpontot foglalni, akkor pedig írhatsz a sandrakukac@kivelbelülboldogság.hu-ra, vagy most is megbeszélhetjük, hogy melyik dátum lenne számodra a megfelelő. Igen, február 27-e például még szabad. Úgyhogy, ha szeretnél workshopot tartani, akkor február 27-én még tudsz. De hogyha van egyéb kérdésed, akkor nyugodtan írjál, és most pedig engedem, hogy elfogyaszd a kávédat. Köszönöm szépen, hogy bejöttél. Szia!